Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit középhaladó elvonulásunkon. Hát ilyenkor, mint hogyha a humor és bölcsesség nektárjában fürödnénk, így egyszerre, tudod miért, mert a tökéletlenség mazsoláival van fűszerezve az életpuding, és ezt köszönjük. Méghozzá azért, mert így életszerű, hogy törekszünk, és közben folyamatosan így a nulla fokon kavarjuk az enkört. Tehát amíg te okos vagy, és egy elképesztő erős önképed van, és, és te mindent is tudsz, addig a nulla fokon így helyben jársz, helyben kavarsz. És ez, ez emlékeztet az egérre, aki torkos volt, és beleesett a sajtárba éjszaka kamrában már megvolt a hajnali fej, és, és az egér így látja, hogy ott az illatos darma tejecske, majd ő beleúrik és gyakorol, és hát világos, hogy torkoskodni akar, mert hogy könnyen, gyorsan darmához jutni, hát az hogyan, hát az csak egyénileg, ugye, a tanító az menjen kez istálóba feljen szépen tehenet, de majd én megiszom, majd. Az egérke beleesett, mert hát inni akart, és egyszer csak érzi, hogy huha, Uh, ha nincs talaj a lábam alatt. Na ez az, amikor az első tanítást megkapod. Amikor először az értelmed mattót kap. És ezt nem csak a zen hozza. Ezt minden olyan tanítás hozza, amelyben meghaladó mozdulat van. És hát látja az egér, hogy hát az történt végül is, amit ő akar, rengeteg tejet tud inni, de lehet, hogy belefullad, hogyha nem csinál valamit. És elkezd ugye tapicskolni, elképesztően egy kis kutyahúszásban, próbál valamit, és nem megy. Már tele itt a magát. Megpróbál a sajtár oldalán felkapaszkodni, az fémből van, nem megy. És észreveszi a szegecseket, ezek a dogmák, amikbe bele tudnál kapaszkodni, de azok ugye kicsit éles szélűek, de nagyon lapos a felületek, nem tudsz megmaradni rajtuk igazából, mert mindenki úgy értelmezi őket, ahogy akarja és megsértheted vele magadat, de akkor se tudsz igazából kapaszkodni beléjük. Hát a sajtás szegecseiről is szépen visszahullott szegény Aztán Van az a varrat, amivel ugye az egészet összefogták, ugye? A fül az a szegecs, és az egész ugye a varrat. Tehát van egy pont, ahol, ahol úgy érzed, hogy na, itt most ki tudok mászni. Mert ez itt szépen végigmegy, de kiderül, hogy abba se si tudod beleakasztani a körmeidet, ahhoz se tudsz ragaszkodni érdemben, és mindig vissza és vissza esel. És közben kaparsz, és úszol, és, és kapálódzol. És jön a hajnal. Feljön a nap, és te még mindig kapálódzol. És azt érzed, hogy ennek itt előbb-utóbb vége lesz, hiába ihatok tejet, de előbb-utóbb kifáradok, mert nincs pihenés, és végem van. És hogy kapálódzol tovább, már nem tudsz jobbat, egyszer csak érzed, hogy egyre nehezebb kapálódzni. Egyre sűrűbb a tej. Aztán még sűrűbb, még sűrűbb, és lenézel, és kiderült, hogy vaják a tejet. Na ez a gyakorlat. És a jó tanító nem fog téged kivenni a sajtárból. Csak megmutatja azoknak az egereknek a lábát, hogy vajas, akik már kiköpülték. És ekkor tudsz haladni a zen körön, és nem csak a nulla foknak a kérdés nélküli világ felé támasztott igényében, és erős dualitásban kapálódzni, hanem szépen a haladás az ugye megmutatja, hogy ha túl sokat tudsz, az a baj, ha semmit nem tudsz, az a baj. És akkor 90 fok, 180 fok, az átalakulás 270 foka, és utána pedig a 360 fok normalitása, amivel minden sallang jelehull. Úgyhogy amilyen szabad a zen kifejezés módja, pontosan annyira erős és szilárd a belső értékrendje és a szellemi irányvétele. Kóriában van egy kifejezés, ami a megfelelő Úton járó karaktert és a megfelelő hagyományt egyaránt jellemzi. Koreai ez Wei Yu, Ne Kang. Kívül lágy, belül erős vagy kemény. És nyugaton az ellenkezét látod. Elképesztően erős vélemények, kívül kemény. De mihelyt matot kap az elméje, azon nyomban betörik az egó kéreg, és belül van ez a lágy, szítjós, mocsaras valami, ami a az elintézetlen problémák tömkelege, ahol te rohadsz éppen belül, és aznak nagyon rossz szaga van. Ezért félünk az intimitástól, mert amikor a másik közzel jön, akkor megérezheti ezt, és én is megérezhetem ő benne. És az érintésnél azt is jelenti, hogy betörjük ezt a kéreget a másikon. Egyetlen óvatlan szóval, egyetlen mozdulattal, és, és akkor az, hogy kívül én nagyon kemény voltam, szép voltam, okos voltam, nem kíván törlendő, amiben te hiszel, mint önkép, ez egyszer csak tört, és akkor belül az, aki tényleg vagy, az ott kibudjan. Ezért van keleten a fordítotja, hogy kívül lágy, tehát kedves, együttérző, és ahogy hallottad a bevezetőben, itt nem nagyon mondja meg neked senki, hogy mit csinálj, mert nyilván kell lenni a helyzetből és a kapcsolatból, hogy neked mi a teendőd, hogyan tudsz működni és együttműködni. De belül nagyon világos az, hogy akár egy mondatban, akár négy fogadalommal, akár egy szútra kötettel félmjelzed, az irány rendkívül tiszta. Tehát ha neked elég az, hogy ébredj föl és segíts másokon, az egy mondat. Ha elmondod a négy bótiszatva fogadalmat, akkor az annyi. Ha az öt vagy tíz fogadalmat veszed mellé, akkor az még szebben kifejti, de itt sincs szószaporítás. Tehát belül azért kemény, hogy irányban maradjon. Hogy megfelelően működjön. És a tárhagyományoknak a tisztelete, az nálunk már a tíz fogadalomban benne van, amely nem csak darmatanítók által vehető föl, de nálunk egyébként én ehhez kötöm, mert hogyha már ennyit tudsz, hogy a tizet fölveszed, és mellé még mozertani és Elvonulást tapasztalatod is van, akkor már a darmát tanítod. Akár elválasz egy napos zeneket, zentáborokat, akár nem. És amiért a bevezetőben el kellett, hogy hangozzék a társadalmányok tiszteletel, az tényleg ennek a cunaminak a közös ugye, megtartása, ameddig lehet. Mert egy idő után nem lehet. De ameddig lehet, addig meg kell tenni, és talán ezáltal észreveszünk olyan hitrendszereket, értékrendet, amely alapján egy értelmes életrendet ki tudunk alakítani. Nézd meg, hogyha úgy viselkedünk, mint a természet, akkor jól együtt tudunk működni. Tehát a természetben van versengés, de egyik faj sem írtja ki a másikat. Van szaporodás, de nincs másolás. Van adaptáció és adaptációs tanulás, de nincs klónozás. Van minőség, de nincs abszolútnak kikiáltott jelenség, hogy most csak a tigriseknek van igazad, az oroszlánoknak nem. Tehát amikor a taoizmus azt mondja, hogy járj az úton és tér vissza igaz természetethez, akkor pont erről a normális, világos, emberi viselkedésről van szó. Mert ha látjátok, a fa nem tud fátlanul viselkedni. Egy macska nem tud macskátlanul viselkedni, egy lepke nem tud lepkétlenül viselkedni. De egy ember tud embertelenül viselkedni. Vajon miért? Honnan van ez? Honnan van, hogy van ember fölötti és ember alatti? Úgyhogy ezzel a paradoxal, mint egyfajta szellemi siugrós jánc, megemelem a figyelmeteket, és amíg repülsz a bizonytalanság űrében, addig kigondolhatsz egy-két kérdést, amivel segíthetek földet érni. Kinek van kérdése? Hogyan ne lépjünk kétszer ugyanabba a folyóba? Mutasd meg a folyót. Hol van? lelkemben. Van két ugyanolyan gondolatod? Nincs. Akkor nem tudsz ugyanabba a folyóba lépni kétszer. Második. Miért szeretnénk megragadni a megragadhatatlant? Mert ezzel tudsz igazából változni. Ha csak a megragadhatót ragadnád meg, akkor a komfortzónádon nem kerülnél kívül. Nem kellene változnod. Hillary, amikor megkérdezték, hogy miért ment fel a csomolungvára, magyarul Monteverest, akkor azt mondta, mert ott van. Miért akarjuk meghaladni az ismertet, és meghódítani az ismeretlent? Mert itt van belül. És azért előbb-utóbb, mint homo sapiens, sapiens a sapiens ediken, ez egy őrület, hogy még ez a faj okosnak nevezi magát kétszer. Hello. Tehát itt van bennünk az ismeretlen. Nem ismerjük önmagunkat. Hatalmas kérdéseink vannak, amiket így elnyomunk a felszínes hülyeségekkel. Tehát pontosan a saját önképünket, a saját jól vagy rosszul kialakított komfortzónánkat kéne meghaladni ahhoz, hogy eljussunk igazi önvalónkig, amely mindig is jelen van bennünk. És a másikban is. Valójában csak ez köt minket össze semmi más. Az önvaló minősége az, amely eredetileg nem név és nem forma. Akik nagyon szeretnek róla beszélni, azoknak mondom, hogy nyugodtan maradjanak csendben, messzebbre fognak jutni vele. Tehát, ha nem tapasztaljuk ezt, akkor valójában nem ismertük meg a lényeget. És pontosan ezért vagyunk hajlandóak elképesztő messzire menni, hogy végre hazaérjünk ide bent. Hogy végre tapasztaljuk azt, akik tényleg vagyunk, és nem csak az önképet ott masszírozgassuk különböző ilyen spirituális letvasakkal, hogy én most mennyire buddha, hiszhatva, vagy jogi, jogi, ilyen téva, dévi vagyok éppen. És mindezt arra az énségre húzom rá, ami eddig is elfogadhatatlan volt, és ezután még elfogadhatatlanabb lesz. Mert okosabb lett, már tudja, huhú, nagyon tudja, hogy kell elhitetni a másikkal, hogy ő most mekkora XY. Hűha. Ugye azért vállalunk olyat, ami úgy tűnik, hogy megragadhatatlan és elérhetetlen. Mert nézd meg a szívszútrát, és ott van benne, és ez egy gyönyörű dolog, hogy a valókit és varabó a mély meghaladó bölcsességben időzvén látja, hogy. És most elmondok egy műhelytitkot. Én a szívszútrát nem értem. Nem is értettem, és nem is hiszem, hogy bármikor meg fognám érteni. Tehát van egy ilyen nagyon vékony kognitív réteg, mint egy ilyen, ilyen modern kis ö, puffasztott rizs korongon a vaj. Ennyi az, amit megértesz belőled, ez, ez, ez nulla. 0,1. És amikor látod azt, hogy nincs szem, fül, or, nyelv, test, értelem, szín, hang, szag, íz, tapintás, tudati folyamat, tehát jó, hát persze az érzékszervit meg kell haladni, ezt eddig is tudtuk. De amikor nincs semmi, amit el kellene érni, és nincs semmilyen definiálható tudatállapot, akkor egy kicsit vakarja az ember a fejét, hogy akkor most itt mit csinálunk. És kiderül, de legelején ezt, ezt elmondta és valókítés a mély együttérzéssel és bölcsességgel, hogy amikor a mély meghaladás állapotában vagy, akkor előtte nem. Mert ha bármit ilyen objektív rajtad kívüli valóságnak tűnik, amit nem a tudatot teremt, akkor még nem realizáltál valamit. És abban az állapotban, amikor ez megvalósul, akkor nincs semmi, amit el kellene érni. Ha azt mondod, elérted hiba, ha azt mondod, nem érted el, az is hiba. És ezért van az, hogy az ember ezt a paradoxont keresi valahol. Erre valahol nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi az, ami már megvan, de még mindig nincs meg. Vagy ha elértem, nem tudom megfogni. Lényeg, de nincs neve és nincs formája. És ha megszokjuk a paradoxonokat, akkor előbb-utóbb azok a helyes irányba mutatnak. Tehát én látom, érzem az interjú szobában, akkor a szemed és a lelked így bevillan, ilyen, ilyen elképesztően harcos, unott, frusztrált, lemondó, szomorú vagy depresszív üzemmódba, nem kíván törlendő, amikor azt hallott tőlem, a csend kevés, a szó sok. Azonos, hiba. Különböző, az is hiba. Megszólalsz, hiba. Nem csinálsz semmit, az is hiba. Hát ezeken a paradoxonokon darabokra szokott törni az elme. Zátojna fut a hajó. És meg kell szoknunk, hogy az igazság valahol ebben az erőtérben van, így egyenesen, és egyik oldalra sem szabad leesni a lóról, sem az azonos oldalára, sem a különböző oldalára, sem a jó, sem a rossz oldalára. És ekkor a meghaladás állapota előbb-utóbb eljön, mert a meghaladás iránya ki van jelölve. Tehát az útnak az egyik szélsőségébe sem esünk, sem a jobb patkán, sem a bal patkán nem megyünk túl. Érted? az úton előrefele sok akadály van. Ez így van, ezeket le lehet küzdeni. De onnan tudod, hogy rossz felé mész, hogy egyre jobban ráz. Egyre jobban a patka utána, az árok, a szántóföld. Egyre jobban ráz. És ez a diszharmónia és a szenvedés az életben. Ha rossz döntéseket hozol, ezek nőnek. Ha jobb döntéseket hozol, akkor lehet, hogy többet kell küzdeni, több az erőfeszítés, több az energia, amit be kell fektetni. Az eredmény egy harmonikusabb, teljesebb, világosabb élet. És ezért akarjuk a megragadhatatlant. Ezért akarunk tapasztalni valamit, ami az eddigit valahol túlmúlja. Mert az ember valahol egy szenvedés és boldogság kereső lény. Csak nagyon nem tudjuk, hogy ezt hogy kell csinálni. Hát többféle verziója is van, de a titok az, hogy magunknak kéne elkopni az úton egy kicsikét, és nem pedig a győzelem kaput keresni, hogy én elértem valamit. Oké? Okay? Így válsz az úttá. Egyéb kérdés? Ha jól értem, akkor az érzékszervekkel érzékelt valóság is illúzió. Igaz? Nem. Múlandó, feltételhez kötött, és tökéletlen. Ha energiát teszel bele, valóságosnak tűnik. Lásd, asztalos, munkadarab. Megcsinálta. Vannak 4-500 éves bútorok. Ehhez képest a forgács illúzió. Amikor az asztalos a forgácsot kidobja, elégeti, vagy újra összeragasztja. Tehát amekkora energiát teszel a jelenség világba, és amennyire hiszel benne, annyira lesz valóságos. Ha kivonod belőle a hitet, kivonod belőle az energiát, illuzórikus lesz. Hol látszik ez a legjobban? Párkapcsolat. Mitől lesz a másik illúzió az életemben? Hagyom elmenni, nem érdekelsz. Jó vagy rosszul vagy. Mitől lesz valóságos az életemben, és együtt töltünk ötven évet? Mert beleteszem az energiát, a jelenlétet, az érzelmeket, a gondolatot, a tetteket, a szavakat. Hát mindegyik a tudat teremtése. Az egyik nagyon gyorsan elmegy, a másik tovább itt van. Tehát, ha azt akarod, hogy egy jelenségből illúzió legyen, vonj ki belőle mindent. Látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, gondolkodás, érzelem, tett, szavak, mindent vonj ki belőle, hagyd így a tükör előtt szépen a helyére kerülni. Ha pedig valaki vagy valami kell, akkor légy szíves, légy kreatív és reaktív. Teremts és reagálj! Ha nem vagy kreatív, és nem vagy reaktív, úgy elmegy a jelenség, ahogy kell. De ha reagálsz, és teremtesz, akkor marad. És mindaddig, amíg duális viszony van, addig marad. Mert a polaritások elkezdenek dolgozni egymással. Ez minden jelenséggel így van, de a legeklatásabb ez a párkapcsolatban. Elképesztő érzékeny, Elképesztő sérülékeny, és elképesztően hatalmas energiát szabadít fel. Olyan, mint egy plazmaerőmű. Nem tudod, hogy mi lesz belőle, hogy folyékony szilád vagy gáz nemű, de most éppen a plazma állapotban több millió fokos. Úgyhogy az az illúzió, amiből kivontad az energiát és az információt, az lesz a valóság valameddig, amiben beleteszed. És így teremted. Köszönöm, és még egy kérdés. A, ezek a gyakorlatok, tantien fókusz, légzésfigyelés, tér és hangok figyelése, mind feltételezi azt, hogy van testünk, és azon keresztül tudunk gyakorolni. Nem ezt feltételezi, hogy van tested, a szülinapod az. Akkor megtudod, hogy hány éves. De nem feltételezi, ez használja a meglévőt. A test előfeltételezése az, amikor anya és apa kigondolta, hogy te meg fogsz születni. Tehát kell a test ezekhez a gyakorlatokhoz. És de... szerencsére van is. De mi van, ha nincs, akkor hogyan gyakorlunk, ha itt nem testben vagyunk? Ha nem vagy testben, akkor azt a gyakorlatot használod fel, amit előtte a testesült állapotban elvégeztél. Mert utána a tudat automatapilótán van. Alaptörvény hogy azt a karmát, amelyet inkarnálódott állapotban teremtettél, az csak egy újabb inkarnáció által tudod megváltoztatni. Tehát a felhőben mindent látsz, de semmit sem tehetsz. Inkarnálódott állapotban nagyon keveset látsz, ahhoz képest, hogy szinte mindent megtehetsz ezzel a szerszámkészlettel. És a cél az, hogy inkarnálódott állapotban, amikor a szerszámkészlet tényleg ott van a szervizben, és a szervizmester is ott van, és a jármű is ott van, a látást maximálisra növelni. Ez a vidja, ez a felébredés, vagy moksa. Tehát érzékszervez kötött állapotban maximálisan meghaladni az érzékszervi állapotot. Ez az, ami lehetetlennek tűnik, de mégis lehetséges. Tehát ebben az elképesztő kötöttségben, ami a testesültség, Megtapasztalni azt, ami látja a testet és látja a lelket. És nem kötődik, de jelen van. És ezzel lehet az alfát és az omegát nagyon jól működtetni, az oldást és a kötést. Erre szükség van. Tehát itt senki nem vonja kétségbe, hogy a műholdakról lehet a legjobban a Földet látni így egyben. De az adatnak vissza kell jönni a Földre ahhoz, hogy használható legyen. Tehát vissza kell hozni az érzékszervi létbe azt, amit te a magasztos nem kötődés, nem ragaszkodás, nem énség vagy anátman állapotában tapasztaltál. Szió. Szívesen. Egyéb kérdés? Ott? Említetted, hogy nem jó az sem, ha valaki túl merev, és az sem, hogyha túl az a, Ha túl merev valaki, akkor minden lepattal róla. Ha túl azzal, akkor mindenki beleakad. Te melyikben számolsz? Mind a kettőben. Egyszerre. Egyszerre nem tudsz? Hát váltogatom. Hol ebbe, hol abba. Mi a problémát? A problémám az, hogy ezt sikerült átadni a fiamnak. Ő 15 éves. Hogy tudok segíteni ezen? Hát elsősorban nagyon mély beszélgetést kell vele folytatni arról, hogy ő miért született hozzád. És 15 évesen ezt pontosan el lehet kezdeni, mert a Szaturnusz ciklusnak pont a második fele kezdődött el. Ekkor már azért nagyon jól tudnak kérdezni is, meg befogadni is. Tehát az első hét év az a teljes fizikai kötődés anyukához és valamilyen szinten apukához is. És a héttől 14-ig, amikor ugye elkezd már az értelem meg a fizikum is függetlenedni, mozogni, pubertás, dackorszak, nem érés, stb. Tehát azért egy csomó hormonális állapoton már túl vagyunk 15 éves korunkra, de még rengeteg van előttünk, nagyon sok. És akkor a Szaturnusz ciklus második felének a kezdetén már nagyon komoly kérdéseket föl tud tenni, és ezért neki is lehet nagyon komoly kérdéseket föltenni ő felé. Tehát az félig a történet, hogy ez sikerült átadnod neki de a történet másik fele, hogy ő valamiért hozzá született, és az édesanyjához. Tehát meg kéne vele beszélni, hogy ő mit lát, mennyiben hasonlít apukához, anyukához, és mennyiben különbözik tőle. Ha ezt nekem valaki 15 éves koromban elmondja és megcsinálja, én nagyon hálás lettem volna. És akkor egy tényleges szellemi útonjárás, egy együttműködés kialakulhat apa és fia közt. És akkor sem bűntudat, sem önfelmentés nincs. A önfelmentés az, hogy a te karmád kit érdekel. A másik, me a kulpa, me a kulpa, me a maxima kulpa, mert csak az én bűnöm. Érted? Ez sem igaz. Hát azt nézd meg, hogy pillanatról pillanatra hogy járulsz hozzá ahhoz tettben, szóban, érzelemben, gondolatban, hogy a fiad olyan, amilyen. Emellett ő hozott anyagból dolgozik, mert a lelke összes kis dobostorta rétegét és azonosulásait korábbi inkarnációi összességeként születéskor szerencsésen magával hozta, egészséges módon belegyömöszölte a kis testébe, és a tudatból a megkülönböztető tudat szűrőrendszerén át az arhetipusai nyomulnak befelé az elméjébe, a normál fogalomalkotó tudat részbe. Úgyhogy innentől kezdve dolgotok van, és a problémáin keresztül, sőt, a közös problémák felismerésén keresztül lehet igazából haladni, és nem pedig a hibákat kell keresni egymásban. Inkább az, hogy na fiam látom, te is ezzel küzdesz. Elmondom, én is ezzel küzdöm, még ha te nem látod, akkor is. És közösen messzebbre jutunk az úton, te is kíváncsi vagy arra, hogy ez miért van, én is. Nézzük meg! És az apa és a fia nagyon jó, hogyha bizonyos helyzetekben partnerként kezelik egymást, tanulótársaként, nem barátokként, tanulótársaként, és amikor pedig kell, akkor a hierarchia elválik, és én vagyok az apa, a nagy és erős apa, te pedig az én fiam. Ez a teremtő és teremtett elválasztása. Tehát valami, és ezt föl kell ismerni, mikor van szükség a vertikumra, és mikor van szükség a horizontális partnerszintű közelítésre és egyik sem abszolútizálható. És akkor a fiad nem csak, hogy tanul, hanem elkezd téged tisztelni. Akkor jön rá, hogy te azért x évvel előtte jársz. Te jöttél ide a földre először. Te már tapasztaltál, szenvedtél, boldogultál, küzdöttél, mire ő megszületett, és a gyermeki ártatlanságát elkezdte szépen fölfelé tekerni a Jákob Úgyhogy az úton járás az apa és a gyermekek közös felelőssége, az otthon teremtése és megtartása az az anya és a gyermekek közös felelőssége. És ezért kell ezt belevinni a családi életbe, és hidd el, előbb-utóbb partner lesz benne. Köszönöm szépen. Hogy lehet kitolni, vagy meghosszabbítani a nem tudhatónak a tapasztalatát, illetve megőrizni a középpontot. Fel kell szállni egy vonatra. Máv. Nem valami nemzetközi ilyen úri huncutság. Tehát kitolni a nem tudható tapasztalatát, nem tudjuk mikor érkezünk meg. És erős középpont, mert kikapcsolták a légkondit. És ilyenkor. Ez egy nagyon erős tréning, hogy nem tudod, de közösen ott vagytok a kupéban, és meg kell állni a reakciót, mert ha hát te elkáromkodod magadat, akkor mindenki. Ez a center, húte, Ez az igazi belső kalauz. Nagyon kor, az összes vonalkód már ott van előtt, a kis prüttyentője előtt, úgyhogy az. De, de, de hát pont ez mert én nagyon szeretek ugye itt lenni, hiszen az ember itt feltöltődik, megvan a középpontja, nagyon jó, az ember aztán visszamegy a völgybe, ami nagyon jó, megint csak, mert ott lehet igazán gyakorolni, és élvezem a középpontot, aztán egyszer csak, hogy István is mondja, jön a hétköznapi cunami, elfújja ezt a középpontot, én meg pislogok, mint hal a szatyorba, hogy volt egyszer egy közepem, de most nincs meg. És napokig kell dolgozni azon, amíg egyszer valami megint előjön, aztán megint egy következő cunami, és ez így folyamatos. Jó, hát van olyan, hogy mondjuk napi gyakorlat odakint, ami egy kicsit az életbiztosítás, tehát arról beszéltünk, hogy minimum 108 leborulás egy igazi zengyakorlónak, de inkább kétszer 108 és mantra és ülés, hogy azért hogyha naponta legalább kétszer az ábrázatunkat a fürdőszobába le tudjuk csutakolni, akkor a tudatunk felszínét is le kéne tudni csutakolni. És hát azért, amennyire ilyen kis boldog, enter és escape gomb kombinációjának tűnik a világ, ez egy nagyon brutális világ. Tehát hiába van ilyen kis mosolygos infrastruktúrával kibélel, vagy neked egy ablakos ügyintézéssel majd mindened meg lesz, ugye? és uh... gondold el. Szóval semmi másra nincs szükség, mint tényleg visszatérni a formához és a tartalomhoz egyszerre. Ahhoz a középponthoz, amit tényleg nem mozdul. És hogyha bemozdultál, hogyha kényszerű reakciók történnek, ha valaki be tudta nyomni a gombjaidat, azon nyomban visszatérni a nem tudomhoz. Azon nyomban a pillanathoz. Azon nyomban ehhez a botütéshez, amit most hallasz, de belül nem hallod, de mégis üt. Amikor a tudat üt, és tényleg elvágod a gondolkodást. Ha tudnék jobbat, kiosztanám tablettában, felragaszthatnád bélyegre, ilyen kis eszenciális fiolákban milliliterenként nagyon drágán lehetne fogyasztani, nem tudok jobbat. Nincs. Tehát vágd el azt a dualisztikus gondolkodást, amelyet a környezet kihasznál ahhoz, hogy téged kimozdítson a középpontból, és így abból az avatárból a kivétel lenni szeretnél. Nem az a baj, hogy veszítünk, az a baj, hogy nem leszünk azok, akiknek tényleg úgy érezzük, hogy lennünk kell, mert ez a dolgunk. Úgyhogy gyakorolni, gyakorolni és gyakorolni. Tehát ez, a, ez egy nagyon érdekes, amikor valaki odajön, és azt mondja, szunyim, Nekem már nincs szükségem a formára, én ezeket már teljesen meghaladtam. És úgy érzem, hogy, hogy, nem is beszélhetek arról, hogy mit értem el, mert szerénytelen lenne, de, de én most egy ideig nem fogok jönni gyakorolni, mert úgy érzem, hogy nincs rá -e szükségem. És akkor mondom, hú, hát ez nagyszerű. Én annyira örülök ennek, hogy ezt elérted, hogy én nagyon jó utat kívánok neked, és járd a világot, és amikor úgy érzed, hogy vissza kellene térned, akkor nyugodtan. És legtöbbször az ilyen nem veszi észre, hogy, egy micsoda csapdába csalta önmagát, és ez nem a tékozló fiú alapesete, hanem az, hogy ebben a pillanatban, az önminősítéssel itt feltette magát a bóthifa legtetejére, valójában elkezdte vágni a kis fűrészsel az ágat maga alatt. Elfelejtett gyakorolni, elfelejti azt, hogy én nagyon józan parasztészem megnézed a nagymestereket. És szétgyakorolják magukat. Dalai Lama napi három órát meditál, és reggel. Hát a nap további részét nem bírná. És azért már 85 fölött van ő is. És tolja mai napig. Tehát az a szerencsém, hogy a 20. század négy élő buthájának tartott mesteréből hármat személyesen ismertem. A negyedik Tiknat Hánod kicsit távolabb maradt, de az ő tanítványa is bőven jártak szungszánzen És ezek az emberek, ezek valamire rájöttek, hogy teljesen, mint egy téraváda magosan anda. Másik téraváda, Tiknathan. Mahajána, összentsége Tenzing, 14. Vagy pedig Zen, szungszánzen mester ha csinálod, ha gyakorlod, előbb-utóbb elég erős és tiszta lesz a tudatod, és nem kell minősítened magad, és nem fogsz kimozdulni annyira. De ha nem gyakorolsz, akkor véged van, és nem csak neked, hanem akik tőled függenek, akik szeretnek, akik esetleg gyűlölnek, de így negatívan függenek tőled. Úgyhogy itt azért túl nagy rejtény nincs, túl sok ilyen fekete négyzetedben a keresztrejtvényben nincs. Ezt csinálni kell, ha akarod. És akkor előbb-utóbb elfelejted azt, hogy kimozdultam vagy sem, mert automatikusan, azonnyomban visszatérsz a centerbe. Hogy most mi van? Most mit látsz? Most mit hallasz? Most mit érzel? Most mit hallasz és mondasz egyszerre, érted? Tehát ezek, ezek kőkemény, és egy-egy másodpercen múlik a tiszta tudatod. Az, hogy elkaptad a kormányt vagy se, ráléptél a fékre vagy se. Ennyi. Egy másodperc figyelemkihagyás évekig takarít utána. Egyéb kérdés? szoktam javasolni azt a játékot, hogy van 10 percünk, és akkor bármit bekanalazhatunk, bármit hikanalazhatunk, és biztos lenne kapkodás. Hát én ezt kipróbáltam, ezt a játékot. Erre képzeld el, egyre több helyről hallom. Mondjad, ez jobb, mint a videójáték. Mondj. igen. És um, hát azért. Félig meddig halózán gyakorlóként az már tiszta volt, hogy ugye jellemzően azokkal a karmákkal érdemes kezdeni a kilapátolást, hogy amivel másoknak okozunk szenvedést. Aztán eljutottam odáig, hogy jó saját szenvedést, nalapátoljuk ezt is, viszont itt egy kicsit azért megálltam és megtorpantam, mert pár héttel ezelőtt volt egy érdekes megélésem, éppen szenvedtem valamelyik karmámtól, és úgy voltam valahogy, Á, most nem gyakorlok, mert most éppen szenvedek. És eszembe jutott Szunkszánzen Mester. Nem is olyan régen földettem ezt a kérdést is, hogy ugye mondta, hogy ő meg tudta volna gyógyítani önmagát, de nem teszi, hiszen ez nem lenne jó tanítás, és nem értettem akkor ezt különösebben. És akkor bevillant, amikor éppen szenvedtem, hogy de hát ő akkor is gyakorolt. Amikor szívbeteg volt, amikor egyéb más bajai voltak, akkor is gyakorolt. Akkor én ezt hogy nem tehetem meg? Miért, miért csak a szenvedést látom magam előtt is, ezt kifogásként használom? És akkor gondolatban leborultam előtte, hogy még így a nyilvánlája után is tanít. És, és igen, gyakoroltam. És, és egyre inkább tanít. Igen, és, és ebből jön a kérdés lényege, hogy, hogy a saját szenvedés nem mindig kell meghaladni talán, mert, mert azt tud szolgálni valami nagyobbat is. És hol lehet azt a, hogy is mondjam, bölcsességet megtalálni, vagy meglátni, hogy mi az, amit érdemes, vagy meg kell haladnunk, és mi az, amit nem, mert, mert használ még. Ismered a buta fűtő esetét a szenes kocsiban? Ismered? Akkor elmondom. Képzeld el, hogy a fűtő nem figyelt, és elaludt. Kiesett a kezéből a lapát, és hogy döccent a mozdony, a szén így ráborult. És össze-vissza verte és a fűtő így megébred, és rajta van több más a szén, és még épp nem halt meg, és rájött, egy... ez a szén, ez egy, ez egy hihetetlen érdekes dolog, most éppen borzalmas, mert majdnem nagyon ütött. De ha egyszer kikeveredek innen, akkor elkezdek megint lapátolni, és berakom ezt a szenet a kazámba. És akkor még jobban halad a vonat, minél hamarabb ha szeretnék célba érni, ezért minél több szenet fogok elégetni. Tehát megszűnt gyűlölni a szenet, megszűnt félni a széntől, tehát ezért javaslom, hogy az éberség kazányába rakd be az összes karmádat. Ami csak van, ami éppen rádomlik, amit a léppen majdnem meghalsz. És hogyha az éberség kazányába ezt bemered rakni, az azt jelenti, hogy mersz szembenézni vele. Nem vagyunk mazóisták, és nem ölelgetjük a szenvedésünket. És nem vagyunk szadisták sem, és nem hárítjuk át a szenvedésünket másokra. De szembenézünk a szenvedéssel, mert elképesztő energia van benne. Tehát olyan duális energiák vannak a szenvedésben, hogy ez hihetetlen. Nézd meg a szórakoztatóipart, csak ezzel dolgozik. Hogy lehet de ez már ugye a görög drámák voltam, és nehogy azt, ne, azt itt, hogy Hollywooddal kezdődött a szórakoztatóipar. A klasszikus görög dráma hétvégén lejátszottak körülbelül kettő vagy négy drámát, és utána pedig szatírát, szintén kettő vagy négy darabot, és ezt, ezt egy hétvégén, és ott volt mindenki, aki számított a városból. Mert át kellett élni a tragédiát, és át kellett élni a komédiát. Azért, hogy te belemenni a krízisbe, és onnan jöjjön a katarzis, és utána pedig a vidámság és a boldogság. Úgyhogy rettenetes mennyiségű energia van a szenvedésben, és ez valahol, hogyha az életnek az okát kérdezett, hogy miért kezdtünk mi ezen a bolygón inkarnálódni, és bele kontárkodni ebbe az kötött létbe, az egyik lehetséges válasz az, hogy rettenetes mennyiségű energia és tapasztalás van benne végtelen, kifogyhatatlan. Csak te mondhatod, hogy egyszer elegem van. Köszönöm szépen, elég volt. És ekkor kezdesz el meghaladni, és fölfelé menni, és kifele menni ebbe az egészbe. Hát a szenvedéssel, ha szemben ülsz, és látod, akkor azt is látod, hogy hogy teremted. És ekkor a siva aspektus bejön, nagyon fontos, hogy vagy tisztulsz, vagy pusztulsz. Tehát a siva sakti az, az, a fajta eszencia, amely a tisztulás által a tiéd, az bizony veszélyesen kockázat útján, de a pusztulás közben is tapasztalható. Tehát külön tibeti gyakorlatok vannak, akkor, hogy a halál folyamatában te hogyan realizálhatsz valamit. Hát ezért én ezt nem hagynám az utolsó fél órára. Tehát ezért egy kicsikét gyakorolni, még előtte. Jó? Tehát a szenvedéssel semmi baj. De ha nem látjuk, hogy hogy teremtjük, akkor ki sem tudjuk vonni az energiát belőle, és nem leszel erősebb, mint a karma, amit teremtettél, és ez óriási baj. Hát erősebbnek kell lenned, mint teremtő, annál a teremtett karmánál, amely a tied, és épp szemben ülsz vele. Ez szülőknek is elég fontos, mert a gyerekedet te teremtetted, mint lény, te vonzottad be a lelkét, te teremtetted a testét anyuval együtt, ugye? és ezért a szó együttérző és bölcs értelmében a szülőnek mindig erősebbnek kell lennie. Mindig. És nem fizikailag főleg. Egy ideig úgy is. Tehát lásd ezt, és akkor a szenvedés üzemanyag forrás lesz, és nem akadály. És nem köszönjük meg, tehát annyira nem vagyunk elállítva, hogy megköszönjük, és nem is átkozzuk, nem is akarjuk elutasítani. Nézd meg a helyes kapcsolatot az adott karmával, és feltárja magát, és kinyitja az energiaforrásaidat. Jó? Tehát akkor csak lássuk, és amikor majd el kell, hogy menjen, akkor majd eltűnik magától. Tehát nekünk nem kell vele úgymond, tehát nem kell eltüntetni. Nem. A látás általi megszabadulás, ez nem egy üres vallásos fogalom. Azáltal, hogy látod, elkezd a helyére kerülni. Ezt szoktam úgy mondani, hogy a puzzle darabokat sodorja a szél és ez csak mindegyik a helyére esik. De ez csak akkor van, hogyha látod őket az adott térben. Tehát egy személyiség integrációja, vagy reintegrációja, hogyha vallásos vagyok, mert a religió, az az újra egyévállás, vagy újrakötés, az, az egy komoly gyakorlatnak az eredménye, de a legnagyobb kritérium itt az, hogy az elmének a duális tevékenységét, például a rendcsináló ösztönt, azt ki kell tudni kapcsolni. Pont az az én, amelyik rendet akar csinálni, azt teremtette a káoszt. Tehát, hogyha tényleg mozdulatlan, tiszta tudattal létezel, akkor a látás általi megszabadulás bekövetkezik, mert ez a sok-sok különálló dezintegrált karma, amelyet az énségünk méltóztatott szétrázni, széthasogatni, az egyszer csak mind a helyre kerül és egyé válik. Ez az egységélmény. Ettől van az erős személyiségélmény, ami nem tévesztendő össze az egókéreggel. Nagyon más. Emlékezz a kívül lágy belül kemény történetre. Oké. Okay. A mai Kóán interjún ráláttunk ügyesen arra, hogy a véleményeim és a minősítések mennyire határoznak meg vagy a működésemet mennyire határozzák meg. Miért csináltunk? Ilyet képzeld el. De vajon miért kell? -e Utána ezt? a háromszor negyven az, mint a vidám olyan volt. Akkor megismételjük, mondja. <laughs> 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 e, szóval azt hittem, vagy azzal átadtam magam eddig, hogy ha nem ragaszkodok a véleményekhez, az elég. Ha nem rakom ki a térbe, nem mondom ki, nem vágom a fejedhez, jövet menet mindenkinek a fejéhez, akkor az úgy elég, és akkor úgy elmúlnak. Úgy tűnt, hogy el is múlnak. De most nyilván azért tetted ezt velem, mert oka volt. és A tanító akkor... egy dög. Igen. Akkor ezt tudjuk. A, a, légy szíves, mutasd meg a szerszámos ládát, hogy akkor ezek hogy nem, hogy nem születnek meg. Ott van. Van szemed, van füled, van orrod, van szád, van lelked, van elméd. Ott a szerszámos láda. Jó hírem van, életben vagy, és a lelked használja a testedet. A tudatosság, az pedig rálát a lélekre is, meg a testre is. Elmondja, hogy a test a teljességre törekszik. Elmondja, hogy a lélek az az abszolútra törekszik. Ugyanarra a teljességre, csak hát nincsen ilyen köthető dimenzionális határa, mint a testnek. hogy úgy. Tehát a lélek a teljességre törekszik. Mi az, mi az akadály? Akkor derül ki, hogy ezek a vélemények, meg dualitások micsoda terhet rónak a, a lélekre, és mennyire el tudják gyengíteni. Ezek a kicsinyes piszli csáré, szeretem, nem szeretem, el, ezek úgy szét tudják csattintani a csittádat, hogy az valami hihetetlen. És mihelyt ezeket kihúzod, megmarad a megkülönböztető képesség, és elmegy az ítélet alkotás Olyan erős lesz, mint a vas. Hát önmagunkat szabjuk, szabdaljuk darabokra. Vagy hagyjuk, hogy egységesüljünk, és egészben egészségesen legyünk. És ezért fogom a gondolkodásodat mindig ilyen, ilyen gyöngéden elvágni, azért, hogy egy picit tapasztald ezt az állapotot, és bíz önmagadban, és nem abban az önmagadban, amit eddig annak gondoltál, hanem egy ilyen 2.0-ás verzióban. Sokkal, de sokkal célra vezetőbb. De most jöttből láttam, hogy most megkezded így értékelni, hogy itt miről van szó. Eddig is értékeltem, igen. Hát igen, láttunk évente kétszer. Tehát a... Ennyire értékelem. Szóval itt nagyon sokféleképpen lehet ezt csinálni, és én örülök, hogy ennek a belátásnak már a túloldalán vagy, mert lesz még itt hiddel bőven. Köszönöm. Nagyon szívesen. Még egyet kérdezhetek? Uh -huh. Az előbb a Szentemesterről volt szó, hogy még így is tanít, és te azt mondtad, hogy egyre inkább ezt hogy értetted? Egyrészt mondta, és nagyon világosan, amikor úgy kérdezték a 2000-es évek elején, mert már nem tanított, aktívan már nem utazott, és ezért jöttek a fő tanítványok hozzá négy földrészről, hogy hát mi lesz tovább. Ők azért beszélgettek arról, hogy a nirvánaja után mi lesz. Szervezetileg is nagyon fontosat hozott, hogy nem akarta egységesen egy nagy központtal megtartani az iskolát, hanem regionális központokat, tehát földrészenként egy, és azon belül is autonóm régiók. Tehát föderatív és nem, nem abszolutisztikus. Nagyon komoly. És egy mondat kijött, én világos, hogy nem voltam ott ezen a találkozón, de egy mondat eljutott hozzánk. Azt mondta, a nirvánám után a tanításom erősebb lesz, mint amikor életben voltam. Ennyit mondott. És igaza volt. Tehát azok, akik a mai napig az ő bakancsnyomát viselik a spirituális seggükön, azok csak abba az irányba mennek, amerre rúgta. Ez biztos. Tehát ha ez megvan, akkor nem csinálsz mást. Miért? Mert egyeb az egynél nem lehetsz. Üresebb az üresnél nem lehetsz teljesebb a teljesnél nem lehetsz. Érted? És hogyha kapsz egy teljes értékű tanítást, azt fogod követni, és kész. És nagyon sok más ízváltozatban van, lásd Védánta, lásd Mahajána, lásd Téraváda, lásd ilyen és olyan és amolyan irányzatok, hurrá! Amit az előbb a természetről mondtam, elképesztő fajgazdagság a túlélés záloga. Az egyik genetikailag becsődöl, van 10 millió, másik, amelyik tovább visz. Úgyhogy erősebb lett. És a számokkal nem vagyok tisztában, de teljesen mindegy. Úgyhogy amikor elment idestól közel 19 éve, akkor mindenki, aki tőle felhatalmazást kapott, közeli tanítványa volt, vagy szangavezető volt, az olyan 21-30 órán belül ott volt a helyszínen. És volt egy olyan élményünk, ezt úgy megbeszéltük egymással, hogy egyszerűen, mintha ezt a templomban, ahol lakott és laktunk, és én is ott hat évet, úgy egy fedél alatt a többivel vele, és minden nap találkozunk, tehát azért ez leírhatatlan hat év volt, mintha mindenhol ott lett volna. És ez nem ilyen vágyteli percepció és a gyász folyamat része, meg ilyen, tudod, tehát ilyenkor, ha egy ilyet érzel, akkor hogy húszszor visszamész magadba, hogy ezt ne te csináld, hanem tényleg legyen. Mintha mindenhol ott lett volna, egy ilyen utolsó mosoly a tér összes pontjából, hogy igen, ez a minőség, ez ő. És a teste az már rég ott volt a jegelt koporsóba, a szobájába. És egyszer nem hiszed el, hogy elment. Nem hihető, és ez megint csak nem az a kapaszkodás, hogy jaj, 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 anyuka, ne hajj meg, apuka, biztos nem mentél és, és, közben ott van előtted kiterítve. Nem. Itt nincs érzelem ehhez. Itt valami elképesztő tudat és térbeli egység van, és rájössz, hogy a, igen, a teste az kiszenvedett, a lélek az eltávozott, de a tudat az a minőség nem. És ahogy telik az idő, úgy ő, mint tanító, egyre jobban hiányzik, mert látod, hogy ezt a minőséget más nem hozza. Ezt az űrt senki nem tölti be. Teljesen ellentétes a gyászfolyamat, mondjuk vérszerinti rokonváltozatával, van egy hatalmas, sok, sírás, több hetes, több hónapos gyászfolyam, és akkor beheged. Emlékszünk rá, de a heg az ott van. Itt nincs ilyen tépés. De egy egyre növekvő űr van, mert tudod, hogy a helyét senki nem tölti be. És az egyetlen egy mód, hogy te egyben maradj azzal, amit ő is realizált, és ő is tanított és átadott, az az, hogy gyakorolsz. Egyszerűen nagyon gurúimádó kérdést kapott valahol Németország környékén, és azt mondta a kérdés, ami kb. így hangzott, hogy a telelkedés és az én lelkem ugye egyben van. Érted? Ez, ez, ilyen, oh, te. És ezt, ez egy nagyon magas labda, és a tanítók jó része ezt, hogy lecsapná nagyon keményen, hogy természetesen. Hát a mi lelkünk soha nincs elválasztva egymástól. Ugye tudod? Na most fizessél. Tehát nem, nem, nem ezt mondta. Azt mondta, ha gondolkodsz, a te tudatod és az én tudatom szétválik. Ha nem gondolkodsz, a te tudatod és az én tudatom egyé válik. Ezért tiszteltük. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Egy hónap körülbelül olyan űr van a fejemben, hogy mégis azt érzem, hogy tele van a fejem. Így a három karmán kijött szinte egy nap alatt a párkapcsolat, az építkezés és a munkahely. És így olyan gyorsan jönnek a gondolatok, mint egy homokóra, ami olyan gyorsan pörög, hogy a homok nem megy sehová. És ha mégis jön egy kérdés, amit úgy gondolom, hogy megválaszolok, akkor nem érzem a súlyát, nem tudom, hogy mit válaszolok meg, és nem értem a kérdést magamtól. Hát vagy leállítod a homokóra pörgését, vagy pedig szét fog törni a tered és az időd, a te személyes időd, Tehát szét fog esni a tudat. És ezt azzal a kérdéssel állíthatod le, hogy mi a dolgom. Most, mi a dolgom. És arra jön egy válasz, az azt jelenti, hogy pont ez a homokszem a homokóra keskeny szegmensén épp átjutott. Egy, nem több. Megcsinálod. Következő, megint, mi a dolgom? Megint egy homokszem. Megcsinálod. Oké, okay. de hogyha az abszakciókban elveszel és az opciókat nézegeted, akkor az akciónak vége. Tehát itt a gondolkodást aszketikus módon vissza kell fogni ahhoz, hogy te pont azt csináld ebben a helyzetben, amit a kapcsolat megkíván, hogy ez párkapcsolati munka vagy építkezés. Tehát helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés, cselekvés. És ezt kell a pillanatban látni, ez a legjobban mi a dolgom kérdés. És erre egy mantrát kérhetnék? Nem, ez nem mantra. Leborulást kapsz naponta 400 ot 408, és ez a kérdés, hogy mi a dolgom. A mantra az kell, mint éneklés hangosan, a három szútra reggel és a három szútra este, de ez a gyakorlat, amit most adok a kérdéssel, ez az, ami a tudatodnak az ársebességét eléggé felgyorsítja. Tehát, amikor mondjuk egy fényképezőgépen azt látod, hogy egy per nyolc ezred, az már nagyon gyors. Általában 500-addal, 160-addal ilyenekkel dolgozunk normál helyzetekben. De, ha te a pillanatot nagyon meg akarod élni, akkor a tudatnak olyan zársebessége is lehet, hogy egy per végtelen fekvő 8. Ez azt jelenti, hogy erőfeszítés nélküli figyelemben mindent észreveszel. Ez kell. A mantra ezt most nem segíti, hogyha belül pörgetnéd. Leborulás, éneklés, és a meditációban a mi a dolgom, meditáción kívül is mi a dolgom. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Igazából a napok alatt így lehet a hangom, de a gyakorlatok azok eléggé felhozták, így felszírem eddig nem látott, akadályozó tényezőket, és tegnap volt az első uh, interjú, és az a kérdés jött ma bennem, hogy uh, tegnap ugye kaptam egy kóant, amire nem tudtam a választ, és uh, így elengedtem, és ja, három-négy óra után így bevillant. És uh, ma is kaptam egyet, és hogy ugyan ez az intervallum így hasonlóan, és hogy ez a szó jött, hogy tehát mi az a fáziskés, és mi az, ami te nem tudok a pillanatban vagy rögtön tehát a választ. És hogy ez az elmének a természete, vagy? Ez a karmád természetét tehát arébb. Aha. A karmádat, az elméd is teremtő, de nem csak az elméd, a teljes berendezés, a portjaid, a processzor, a kontroller, minden teremti, úgy, ahogy van, és a karmád átégésének vagy meglátásának a latenciája ez a 3-4 óra. Tehát addig tartott, amíg a golyó átment a szigetelésen. Hát egy csodálatos engély. Örülj neki! Valakinek nem 3-4 óra, hanem 3-4 hónap. Minél többen Még... annál a réteg. Ezért mondta a legnagyobb nyugati bótiszatvánk, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Ezért vagyunk a hülyék paradicsoma, de nagyon. Néha az uborkája is, meg az őt paprikája is, mert ami jön a kertbűte, az olyan csodálatos, hogy fantasztikus. Tehát, hát ezt a lelki szegénységet, tehát ezt legalább ugyanúgy félreértették szerintem, tízmilliók, 10 százmilliók, mint az evangélium többi részét, mert ami paradox, és itt összes Jézus hívő testvéreimnek egy mély tiszteletteli meghajlás, hogy igazán belső gyakorlat és letisztított elme nélkül Semmit nem értesz. És minél magasabb szintű a tanítás, annál tisztább tudat kell hozzá, hogy tényleg megértsd. Tehát engem ez a primitív, nem tudom, odavágós, unalmas zengyakorlat odáig vitt, hogy kinyitottam ezt a gyönyörűséges szent szöveget, és olyan mélységeket láttam meg benne, amelyeket másképp biztos, hogy nem. és hogyha rosszul láttam, akkor majd megbocsátja. Tudom, hogy szeret. Így. Köszönöm. Szívesen. Ez, ehhez kapcsolódó lenne még egy kérdésem. A családdal kapcsolatban, hogy én azt érzem, hogy az ellentétét élem meg, hogy olyan nem is tudom. Élethez való a viszonyom, ami a családomnak nem tetszik. Tehát nagyon nagy ellenállást... Uh... Nem is tudom, miről beszélsz. Ah. Nagyon De, nagy, nagy ellenállást. A menet volt ez. Senkivel nem kellett harcolnom. Senkinek nem kellett az együttérzését kivívnom. Semmi esmi, sehol. De most nem a felnőtt része ez az, az egész? Javíts ki, ha nem így érzed. De igen. Csak... akkor a baj? Hát azon bennem, hogy annyi energiát raktam, mint jó tevésből, hogy én szeretnék egy egészséges kapcsolatot velük, de alérkeztem arra... Mi az egészséges kapcsolat? És te nem. Na most nagyon kíváncsi vagyok. Mondjad. Erre nem válaszolok. De arra gondoltam, hogy ez nagyon durva, de az jön, hogy ami elfogadott lenne, hogy legyen egy kapcsolat. Ez nem segít rajtad, ezt tudod. Tudom, tudod, mi igen. az egészséges kapcsolat? Az, hogy megszűnsz gyereknek lenni, és felnősz. Ez itt indul. És akkor ez lehet kapcsolat, hogy nincs kapcsolat? Nem, az nem lehet. Mert mindig is a szüleid lesznek. De az, hogy ebbe a kapcsolatban mit teszel bele 18 éves korod után, ami már láthatóan elkövetkezett, az már a te dolgod. És tessék, megtölteni úgy szeretettel és bölcsességgel, hogy akik nem kell ezzel foglalkozni, hogy te éppen formailag mit csinálsz és milyenre fested a hajadat. Tehát nézd meg, apám, aki semmilyen transzcendensben nem hitt, de hét évvel azután, hogy én elkezdtem gyakorolni, találkozott Szunkszázem mesterrel, az első két évben szétvitatkozta magát velem mindig és egyszer mentem zembe, hétfőnként föl a Szabadsághegyre, hazajövök, apám volt, mit csináltál? És utána beszélgettünk, akár aznap, akár másnap is, de ezért elég okos ember volt, így el lehet képzelni. Tehát ő volt az az orvos professzor, hogy a rövidítések nem fértek ki a neve után a névi egyre így hosszában. És, és semmilyen transzcendensben, vallásosban nem hitt. És amikor már két év alatt az X plusz x az y volt vitából, akkor egyszer csak így azt mondtam, hogy apa, én most nem szeretnék vitatkozni veled az N-ről, mert már vitatkoztunk eleget. Együtt élünk ebben a lakásban, ez így volt, apa, anya, én. És ha azt látod, hogy hibázom, kérlek szólj. Na azóta nem vitatkozott velem az N-ről. Hát visszahelyeztem őt a helyére felnőttként. Én tettem meg. Miért? Mert apám, mint egyébként minden apa, aki a családjában a szerepét jól játsza, a mentális irányvételért, az erkölcsi, etikai, morális, racionális keretekért nagyon felel. Az anyának is van ebben része, de másképp. Ők az érzékszervi oldalról közelítik, és szükségszerűen a férfiak a mentális, energetikai oldalról, közelítik, főleg intellektusból. És amikor én az enmestert elkezdtem követni, 24 évesen, az apám nem tudta, mert nem mondta nekem, hogy azt érezte, hogy az enmester a helyébe lépett. Pedig ez történt. És azzal, hogy én őt megkértem arra, hogy javítson ki, hogyha hibázom, az őt visszatettem a helyére, az apa helyére. De nem, hogy nem szüntem meg az M-mester tanítását követni, ezáltal még jobban tudtam, mert egy akadály az apám állandó kérdezősködése, vitatkozása, az elhárult. Olyan hogy hét évek később Kóriában találkoztak, és fél órát beszélgettek. Életem egyik legboldogabb napja volt. A karma és a darma találkozott, és jó anyám is ott volt. Kijöttek, fél óra után, anyám nem szólt egy szót se, apám beszélgetett. Nagyon jó volt. Fú, fantasztikus volt angolul, mert az emmester angolul kommunikált velünk. Apám azt mondta, de jól tud vitatkozni a mestered. Anyám azt mondta, milyen együttérző tanítód van. Tudod, ez olyan, mint amikor Mary Poppins osztja a kis kanalás, és Johnnak, Barbarának és az ikreknek lefekvés előtt. És az az egy eperfagyrat, és másik citromször, és ugyanabból kapták. Is úgyhogy, úgyhogy gyönyörű, gyönyörű a történet. A családi karma azt jelenti, hogy iszonyú közel vagyunk egymáshoz, és látjuk egymást, érezzük egymást, és ebben az intimitásban a legjobb és a legrosszabb egyaránt megszülethet és elsülhet. Úgyhogy tiszteld a szüleidet, mert a szüleid, de nőjél föl, és járd úgy az utadat, hogy ebben ne nagyon legyen beleszólásuk. Ennyi. Jó? Ja? Jó, ja, köszönöm szépen. Ott mögötted. Én jó három éve azért kezdtem el gyakorolni, mert én nagyon-nagyon tudtam, hogy nekem megvan az utam. És azt gondoltam, hogy milyen jó önismeret, meg egy kis meditáció, és hogy akkor ezt a kettőt összekapcsolva az utamról, ezeket a kisebb-nagyobb köveket szépen elpakolom, és akkor így nagyon-nagyon jó vagyok. És én ezt így láttam magam előtt. Milyen jó sztori te. Én annyira szeretem ez ilyeneket hallgatni. T Tudom, igen. És utána mi történt, az még jó. Pontosan, igen. Szóval az a helyzet, hogy egy, egy másfél hónapja, az a helyzet, hogy eltűnt ez az út, és Ténylegesen nem tudom, de tényleg nem tudom. De jó. De addig nem. csak hitted, hogy az úton jártál, Igen. most vagy rajta, hogy tényleg nem tudom. Ö, viszont így ö, igazából, tehát hogy tényleg csak az van, hogy ez a jelen pillanat van, és pillanatról pillanatra pillanat halljuk. Tényleg kell lenni. De, De ez tökéletveszély, bocsánat, bocsánat. Hogy nincs igen. Ez, ez, így Igen. Hogy így De feszíteni se nincs mit. Ezen a pillanaton se lazítani, se feszíteni való nincs. Jelen kell lenni, az kész. Tehát lényeg, igazság, most mit látsz, most mit hallasz, cselekvés, most mit teszel. Ez a három együtt a pillanat zen szemszögben. Ha megvan a lényeg, jó tapasztalod az igazságot, nincs torzulat, nincsenek ilyen kis hullámok, vrittik, ugye? A lényeg a nem mozduló, a nem keletkező, a tiszta, térszerű és tükörszerű. Ha ez megvan, akkor lazítás és feszítés nélkül az igazság mindig tükröződik ebben a pillanatban. És ekkor van, hogy mi a dolgom. És az, hogy most még nem jó ebben a biztonsági érzetem, ez az újdonság miatt van. Vagy Minden gyereknek furcsa, amikor a kerékpárról azokat a segétkerekeket leszedik. Uh -huh. Ugye? Na kell mondani, figyelj, most már két hónapja ilyen négykerekes kerékpárod van, és elmondom, most már két keréken is tudsz. Tehát amikor a duális gondolkodást leszedik az elméről, hogy ne abba kapaszkodjon nem tisztán legyen jelen, és ne akarjon a reakcióból megélni, ugye, hogy sértünk és sértődünk, akkor ez nagyon furcsa. Tehát nekem az első élményem ezzel a, hogy a nem intellektuális közelítéssel olyan volt, mint amikor egy láthatatlan perzsa szönyeget úgy kirántanak a lábad alól, hogy hihetetlen, és kiderül, hogy nem a duális gondolkodása alapozva kell élni az életünket. Tehát ez kemény, ezt tudom. Mm, kemény. Köszönöm. Nagyon szívesen. Na, kinek okozhatok még csalódást ma este? Tessék itt. Ide kérjük szoktam nézni ilyen tanításoknál például, hogy több tízezres, húszezres, negyvenezres követői réteg van. És most ebben mi a lényeg, hogy én megvilágosodjak, és valahova eljussak, vagy egyébként ezt megosszam, mert én nagyon meg vagyok döbbenve minden kategóriában, amit eddig láttam, hogy negyvenezres tömegből mondjuk ketten. Most akkor ezt szégyeljük, vagy minket ez nem érdekel, vagy amúgy ezzel nem kell foglalkozni csak magunkkal. Például az én utam ebben mi a helyes? Ezt nem kell szégyelnünk, és nem csak magunkkal foglalkozunk, hanem azzal a kettővel a 40 ezerből. De addig nem tudjuk meg, hogy ki az a kettő a 40 ezerből, ami nem gyakoroltunk 20-30 évet. Tehát az, hogy itt mennyiségben ez a mostani digitális infrastruktúra mit mutat, hány klikket, hány követőt, ez teljesen irreleváns. Nem ez számít. Ez benne van a pakliban. De nem ez számít. Az számít, hogy közösen hányan hányszor gyakorlunk. Ez számít. És a minőség, legalábbis ebben a visszamaradt és agyilag elsorvad zenben, mindig felülírja a mennyiséget. Mindig. Tehát soha nem lesz olyan, hogy zennek nevezek egy több tízezres agyatlan beprogramozott követőtábort. Ilyen biztos nem lesz, mert az nem zen. Úgyhogy a bóthiszatva úton mindenkinek ugyanannyi esélye van a felébredés elérésére, és teljes természetessége kirostálódnak azok, akik még 5-10-20 év múlva is az úton vannak. Nekünk csak tenni kell a dolgunkat olyan természetességgel, ahogy mondjuk a saját családunkban jelen vagyunk, ugyanúgy a szangában is segítünk, dolgozunk, gyakorlunk, javítjuk a hibákat, és kész. És ez egy természetes kiválasztódási folyamat. Szunkszánszegyénnek állítólag 40 ezer fogadalmat tevő tanítványa volt 40 év alatt. Ebből körülbelül másfél tucat zenmester és három tucat darmamester lett. Ha százalékosan nézed, elképesztő. De ha természetesen nézed, akkor nagyon-nagyon világos. Tehát hány Ezer diónak kell így lehullani a fáról, mire egy dió csemete lesz, és abból diófa. Úgyhogy a legnagyobb nyugati bótiszatvánk tanítása, hogy van olyan mag, amelyik a sziklákra esik, van olyan, ami az út mellé, van olyan, amely állatok elé, és az állatok ugye eszik meg, és van ami a termőföldbe, és van ami kihajt, és van ami nem. Tehát ez egy teljesen természetes folyamat. És amellett, hogy nem aggódnunk mások karmája miatt, amellett segítjük egymást úgy, hogy mi igyekszünk kihajtani, mint magvacska. Miért? Mert most, ahogy a majd arra beszédben említettük, egy olyan világot élünk, amikor az almafáról a gyümölcs nagyon hamar lehullik. Amíg volt kommunizmus, addig ennek az almának két színe volt. Zöld és piros. Egyiket nem nagyon érte a nap, mert ugye nem engedték. Akkor a kommunizmus a 90-es években úgy megszűnt, akkor hát ez az alma már egy színű és egy illatú volt. És ne egy félre, nem a felirat számít, hanem az a viselkedés amit kommunizmusnak hívtunk. Tehát Kína egy kapitalista ország, csak egy pártrendszerben. És onnantól kezdve, hogy ez megvalósult, olyan rothadó foltok jelentkeztek a héjon, amelyek mutatták az alatt húsnak a betegségét. Ezek azok a háborús és válságócok, amelyek nem gyógyulnak, és évtizedek óta nem gyógyulnak. Nézz körül! És egyszer csak az alma leesik a fáról, és szétcsattan a Földön. Mert már elveszítette a kapcsolatot azzal az eredettel, ahonnan jött. A hús már teljesen rohadt, a héj nagy része ezekből a barna pöttyökből áll, de ekkor a magva kérettek. Ez a hasonlát, amit mondtam, 1992-ben Sung mester szájából hangzott el egy amerikai tanácsadási ceremónián. Két zenmestert és meghajlással vegyes kommentárom itt az, hogy mindenki rajta van ezen az almán. Mindenki, mindannyian. De az nem mindegy, hogy te milyen helyet foglalsz el ezen az almán. Hogy te vagy a felszínes és borzasztó rothadó foltokkal terhes héj, hogy a nagy köz az elrohadó hús, mert nem tud mit csinálni tehetetlenségében több tízmillió város lakóval együtt, és ugyanúgy elrohad, mint a többi, vagy pedig te vagy a mag, amiből az újabb almafa kihajt. Ez az egyetlen egy lényeges döntés. Az összes többi az ennek a következménye. Úgyhogy nézd meg, hogy milyen hitrendszered van, milyen értékrended van, és ez milyen életrend párosul, mert ez dönti el, hogy az alma magva vagy, a húsa vagy, vagy pedig a héja. És így segíthetsz másoknak, hogyha egy újabb almafának a felnevelésében részt veszel. És azon ugyanúgy lesznek gyümölcsök, és ugyanez fog velük történni. De hogy inkarnációkon keresztül járhatunk a bóthiszatva úton, ez biztos. Ezt kívánom mindannyiunknak. Köszönöm a figyelmet.